Híradónkat látják, jó estét kívánok! A helyi gazdasági élet fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket fűzi egybe és fogalmazza meg egy fejlesztési programban a Gazdaságfejlesztési Konzultációs Testület. A munkacsoport első ülése tegnap volt. A tagok közt vannak munkaerőpiaci szakemberek, helyi kis és közép, valamint nagyvállalkozások képviselői, pályázati kiírásokban érdekeltek, valamint a helyi pártszervezetek képviselői. Az első alkalommal megtartott ülésen abban állapodtak meg a Gazdaságfejlesztési Konzultációs Testület tagjai, hogy elemzik a jelenleg rendelkezésre álló gazdasági dokumentumokat. Így az Eszterházi 1-es és 2-es programot, valamint az önkormányzat hatályos, a város gazdasági életére vonatkozó szabályozásait a foglalkoztatottakkal korábban lebonyolított polgármesteri konzultációk eredményeit. A testület közös célként a helyzetelemzésen túl közép és hosszú távra is előre kíván tekinteni. Közös célként az a legfontosabb fogalmazódott meg, hogy egy olyan program szülessen, amely a pápai emberek számára nagyobb foglalkoztatottságot jelent, tehát minél több ember számára jelentsen munkahelyet, állás lehetőséget, a munkabéreknek egyfajta emelkedését segítse elő, amennyiben erre a megfelelő jogosítványokkal rendelkezik, illetve nem utolsó szempont az, hogy a város bevételei, mint helyi iparűzési adóbevételek növekedjenek. A tanácskozás 2 órás volt, ennek során elhangoztak különböző vélemények, érvek, ellenérvek. Az alpolgármester elmondása szerint az eredményorientáltság, a közös cél megfogalmazása volt jellemző az ülésre. A konzultációs testületben folytatandó munkára az önkormányzat felkérését valamennyi jelölt elfogadta. Azt gondolom, hogy abból is látszik, hogy ez nem egy kényszer volt, ha lehet ezt a szót használni. Ugye az eredetileg 1,5 órásra tervezett első ülés az valóban elérte a 2 órát is, és mindenki nagyon aktívan elmondta a véleményét, akár vitában is. A helyi gazdaságfejlesztésre vonatkozó programot társadalmi vitára bocsátják majd, s április közepéig az önkormányzat gazdasági bizottsága, valamint Pápaváros képviselőtestülete elé is beterjesztik. Oklevélátadó nyilvános tanácsülésen vették át ma délelőtt Sopronban diplomájukat azok, akik utolsóként végeztek a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek pedagógiai kar pápai székhelyű szociálpedagógus képzésén, mely 19 éven át zajlott, de jogszabályi változások miatt megszűnik a következő tanévtől. Az eltelt közel 2 évtized alatt 1044-en szereztek szociálpedagógus diplomát a pápai székhelyű képzés keretében. A karizászló bevonulását és Cseh Sándor rektor helyettes beszédét követően a pedagógiai kar dékánja köszöntötte a végzős hallgatókat. Katona György beszédében kiemelte, az ünnepség abból a szempontból is jelentős, hogy 19 év után lezárul a pápai székhelyű szociálpedagógus képzés. A búcsúzás sohasem könnyű. Ezen a diplomaosztó ünnepségen különösen is nehéz, hiszen most köszönünk el végleg a pápai képzésünket. Mivel az utolsó pápai szociálpedagógus évfolyamnak adjuk át most a diplomákat. Törvény kötelezett minket a székhelyen kívüli képzés felszámolására, mert egyébként pápa városától, a város vezetőitől, Kovács Zoltán polgármestertől, majd az őt követő Áldozó Tamás polgármestertől, Rádi Róbert kabinetvezető úrtól, vagy az ügyeink intézésére megbízott Györgyi Sándor tanár úrtól, helyi partnereinktől, az acsádi szakiskolától, az Erkel iskolától minden segítséget megkaptunk ehhez a képzéshez. Köszönjük pápa városának! Az ünnepségen Rádi Róbert kabinetvezető a pápai önkormányzatot képviselve köszönetet mondott azért, hogy Pápán létrejöhetett a szociálpedagógus képzés, s hogy közel 2 évtizeden át partnerei lehettek az egyetemnek és pedagógiai karának. Én szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki tett, dolgozott azért, hogy Pápán létrejöhetett ez a képzés, hogy 1000-nél több diplomát adhattak ki, és kaphattak nem csak a pápaiak, hanem a pápa környékiek, és talán még egészen Budapestig is húzódott az a kör, ahonnél beiskoláztak a kihelyezett képzési helyre hallgatókat. És szeretnék köszönetet mondani azért, hogy mi többek lehettünk önök által, és a lehetőségeinket meghaladva tudtunk az oktatásban,
Magyarországért, hazánkért tenni. 19 évvel ezelőtt Pápa városa új lendülettel azt a hitet és azt az erkölcsi hátteret adta a képzésnek, hogy ott segítő pedagógusokat képezhessünk. Mondhatom azt, hogy erre nagy volt a kereslet, és találkozott a kínálattal, hiszen mára 1044 diplomát adtunk ki Pápa és környékére. Mondhatom azt, hogy az egész Balaton felvidéki részre. A végzős hallgatók nevében a pápai székhelyű képzés hallgatója Horváth Szintia búcsúzott. Igazából barátok, ismerősök által jutott a tudomásunkra, hogy pápán indítanak és folytatódik a képzés. Könnyebbségben annyit jelentett, hogy közelebb volt a lakóhelyünkhöz, és egy társaság, egy összeszokottabb társaság és egy olyan csoport jött itt létre, ami tényleg egy kis családdá alakult, és ezáltal nagyon jó visszagondolni az ott töltött időkre. Bár a pápai székhelyű szociálpedagógus képzés megszűnt a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek pedagógiai karán, az eltelt közel két évtized kiváló alapot adhat egy újfajta együttműködés megvalósításához az egyetem és Pápa városa között, hangsúlyozták az oklevélátadó tanácsülésen. 2000 négyzetméter alapterületű az Eszterházy kastély belső udvara, melynek térkövezését végzik. Olasz alapanyagból tetszetős külső, tartós minőség, így jellemezhető a hamarosan elkészülő burkolat. Olaszországból, Trentóból származnak a kiskocka kövek, amelyekkel az Eszterházy kastély belső udvarát burkolják. A térkőelemeket legyező formában rendezik el. Így külsőleg tetszetős képet érnek el, állagában pedig tartós borítást alakítanak ki, mondta el a munkákról a Pápai Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Sokat dolgoztunk azon, hogy olyan követ válasszunk ki, ami illik a kastélyhoz, a kastélynak a meglevő köveihez, a kastély stílusához, és a tervezővel, természetesen az építetővel és a műemléki hatósággal közösen választottuk ki ezt a követ. Én azt abba bízom, hogy tetszeni fog mindenkinek. Az elkészült burkolatból meghatározott rendszerint csövek állnak ki. Ezek egy része a villanyvilágításhoz szükséges. Az udvarban a fényforrásokat ugyanis a burkolatba süllyesztve helyezik el. Vannak még egyéb kiállások, ugye a csapadékvizelvezetésnek az aknái, illetve van az épület négy sarkában négy olyan energiapont, ahol majd a rendezvények idején a városgondnokság energiát vételezni a rendezvények kiszolgálásához. A kastélyudvar teljes egészében térburkolatú lesz, a zöld növényeket tároló edényekbe ültetve helyezik ki. Ennek oka az, hogy az udvar rendezvények helyszíneként szolgál a jövőben, az épített kertészeti elemek pedig gátolnák nagyszabású produkciók színrevitelét. Van-e realitás a mai világunkban a régi világ orvoslásának? Könnyű vagy nehéz feladat részt vállalnunk saját életünk jobrafordításában? Milyen természeti törvények betartása mellett tarthatjuk meg testünk és lelkünk egészségét? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kereste a választ előadásában Pór Balázs, hagyományos kínai belgyógyász. A Csolnoki Ferenc Kórház diabetológiai és anyagcserecentrum életmódszakrendelésének vezetője, az Edvi Malom fogadó Értékeink élőben című előadás sorozatának vendége volt. Léteznek-e olyan természeti törvények és gyakorlatok, melyek betartása mellett jobbá tehetjük életünket? Tette fel a kérdést Pór Balázs. A hagyományos kínai belgyógyász 20 éve foglalkozik a kínai orvoslás gyakorlataival. Pór Balázs az anyagcsere problémákat választotta szakterületéül. Úgy véli, a táplálkozás terápia feledésbe merült, pedig ezzel segíthetünk a legtöbbet, de árthatunk is szervezetünknek. A kínai orvoslásnak az egyik lényege az, hogy az orvos megvizsgálja a páciensét, és ellentétben az európai diagnózis felállítással, ami kettő nem üti egymást, csak maga a terápia más. Tehát amikor én megvizsgálok valakit, akkor úgy mondja a kínai, hogy felállítok egy diszharmónia térképet. Na most ez azért érdekes, mert azt jelenti, hogy különböző természeti törvények alapján gondolkodnék, hol sértette meg a törvényt. Én felállítom ezt a térképet, ez tulajdonképpen egy ítélet. Megsértettem a törvényt, de ugyanakkor azonnal a kezébe adom a kegyelmet is a hozzám fordulónak, és ezzel a térképpel elindulhat egy megváltozott élet felé.
Pór Balázs szerint ugyanis a problémák abból adódnak, hogy megszegünk természeti törvényeket. Ha visszaállítjuk a harmóniát, változtatunk, akkor elindulhatunk a gyógyulás útján. A mozgásszervi betegségtől elkezdve a klasszikus anyagcsere betegségeken át, a diabétesztől, az érrendszeri betegségektől elkezdve gyakorlatilag, ami nem traumás beavatkozás, tehát sebészeti beavatkozást, az gyakorlatilag kezelni lehet ezekkel a kérdésekkel. Ugye a mozgásszervi problémák mozgással, masszázsal, különböző beavatkozásokkal, anyagcsere betegségek az anyagcserével történő, tehát itt a jól megválasztott étrendek széles skálájával állunk szembe, és ugye itt az a jó az egészben, hogy egy több ezer éves tapasztalaton alapuló rendszerről van szó. A belgyógyász elmondta, a Veszprémi Kórházban 5 éve kombinálják ezeket a módszereket a hagyományos európai orvostudománnyal. Pór Balázs életmódszakrendelése a belgyógyászat részeként működik. A szakember hangsúlyozta, együttműködve a szakorvosokkal rendkívül jó eredményeket érnek el. Gyökerek nélkül nincs múlt és így jövő sem, vallja Sziránszky József Regős, aki a Jókaimór városi könyvtárban tartott zenés előadást a magyar, az avar, a hun és a szkíta szokásokról, hitvilágról. Az énekmondó a Hagyományok Hegye Egyesület meghívására érkezett pápára. 5 éve alakult meg a Hagyományok Hegye Egyesület, és az évforduló kapcsán több rendezvény is szerepel a programtervben, mondta Tóth Kálmán elnök. A nyitó alkalom Sziránszky József zenés előadása volt. A Regős énekmondó már több alkalommal is járt a Hagyományok hegyén, most pedig az olvasóteremben tartott vetített képes előadást, dalokkal, tátos dobolással egybekötve. Két vonulaton mozog ez a dolog. Az első vonulat, mivel Regős énekmondónak nevezem magam, így azokról az ősökről és hősökről megemlékezve, megénekelve, akikről már nem nagyon beszélünk, vagy beszélünk, csak éppen nem jut eszünkbe minden nap foglalkozni velük. A másik vonulat pedig maga a lélek megnyitásáról szól, a képzeletbeli utazásokról, a révülésekről és különböző belső kapuk megnyitásáról. Sziránszky József régészeti adatokkal, ősi dokumentumokkal támasztotta alá mondani valóját. Mint mondta, a természet szeretete és gyökereinek keresése vezette a regősök útjára. A hétvégén csapadékos idő várható, részletek az időjárás jelentésben. Szombaton még a délkeleti-keleti tájakon várható havazás, délkeleten kezdetben havas eső, ónos eső, miközben az ország északnyugati felén egyre több felé kisüt a nap. A szeles időben napközben is több felé fagypont alatt marad a hőmérséklet. Vasárnap reggel még keleten, majd napközben nyugaton alakulhat ki hószálingozás, kisebb havazás. Mérséklődik a szél, egész nap fagyos, hideg időre van kilátás. Hajnalban délnyugaton akár mínusz 15 fok is lehet. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, nézzék majd hétfőn is a híradót, várjuk Önöket, viszontlátásra!